kiszámítottak az agykutatásban, mostantól egy csúcs technológiájú emeri készülék is segítheti a hazai kutatók munkáját. A magyar El Camino a hegyvidékre érkezett a Magyar Zarándokút idei nyitó zarándoklata. Segítség, tavaly több mint 3 milliárd forint gyűlt össze az 1+1%-os felajánlásokból, csak nem 10 000 civil szervezet részesült a támogatásból. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Egy illegális sávlezárás miatt reggel óriási dugó alakult ki a Szél-Kálmán tér környékén. A tér Krisztina körúti szakaszán illegális útbontás és sávlezárás történt. Ez a Margit körút és a Szilágyi Erzsébet fasor felől az Attila út irányába tartó forgalmat jelentősen korlátozta. Az akadályt hétfőn napközben megszüntették, így a Margit körút és a Szilágyi Erzsébet fasor felől az Attila út irányába a forgalom a Szél-Kálmán tér felújítása alatt érvényes rend szerint haladhat. A hegyvidékre érkezett a Magyar El Camino, azaz a Magyar Zarándokút idei nyitó zarándoklata. A csoport Makkos Mária felől érkezett a kerületbe, és a Normafa érintésével a Gellért-hegy irányába indult tovább. A Magyar Zarándokút Esztergomtól Mária Gyűdig vezet, a több mint 430 km hosszú távot idén először kerékpárral is meg lehet tenni. Én szoktam használni GPS-t, hogyha arról van szó, hogy nem tudjuk pontosan, hogy merre kell menni. Egy sima mobiltelefon lett felszerelve, kilométer óra. Kerékpárja felszerelését mutatja Major Csics Gábor, a Magyar Zarándokút idei nyitó zarándoklatának egyik résztvevője. A csoport hétfőn a hegyvidéki állomásokon is áthaladt. Az Esztergomtól Mária Gyűdig tartó útvonalat mostantól nem csak gyalog, de kerékpáron is végig lehet járni. Rumi Imre, a Magyar Zarándokút Egyesület vezetője azt mondja, ezzel egy új lehetőséget szerettek volna teremteni a résztvevők számára. 3 napja indultunk el Esztergomból. Innen Budapesttől Pécsig kerékpárral fogunk menni. Tulajdonképpen Baján keresztül Bátáig ugyanazon az ösvényen, ugyanazon a nyomvonalon megyünk kerékpárral is, mint ahol gyalogosan szoktunk. És Pécstől az utolsó etapot szintén gyalog fogjuk megtenni. A Magyar Zarándokút a spanyol El Camino mintájára jött létre még 2011-ben. Az út során a résztvevők nem csak Magyarország vallási jelentőségű épületeit, de saját korlátaikat, vagy éppen erősségeiket is megismerhetik. Major Csics Gábor 2 éve teljesítette először a több mint 430 kilométeres távot. Szerinte fizikailag és lelkileg is fel kell készülni az útra. Korábban hallottam beszámolókat, ilyen fényképes beszámolókat az El Camino zarándokútról, és mivel az komoly pénzösszegbe kerül, hogy oda eljusson az ember, és láttam, hogy van egy ilyen lehetőség Magyarországon is, ezért indultam el ezen az úton. Mindenképpen az embert fogékonyá teszi, érzékenyebbé teszi, olyan szerencsés véletlenek történnek az emberrel, amit a hétköznapok rohanásában nem is érzékelünk és nem is veszünk észre. A Magyar Zarándokút működését a hegyvidéki önkormányzat is támogatja. Az első igazi zarándokszállás is itt, a 12. kerületi Mátyás Király úton épült meg. Az utat 2 szervezet működteti, az egyik a Magyar Zarándokút Egyesület, a másik pedig a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás. A Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulásnak pillanatnyilag 37 önkormányzata tagja. Budapest 12. kerülete, tehát a hegyvidéki önkormányzat alapító tag volt. 2010-ben alakult meg az önkormányzati társulás, és a társulás elnökhelyettese Pokorni Zoltán polgármester úr. Tehát kezdetektől fogva támogatja a kerület a Magyar Zarándokútnak a működését és fejlesztését. A Magyar Zarándokúton tavasztól őszig bárki elindulhat. A zarándokszállások kedvezményes igénybevételéhez zarándokútlevelet kell kiváltani. Többet tankoltak idén az autósok, 10%-kal nőtt az üzemanyagfogyasztás az első negyedévben, az előző év azonos időszakához képest. Több mint 692 millió liter fogyott, közölte a Magyar Ásványolaj Szövetség. Benzinből összességében 2,8%-kal fogyott több mint egy évvel ezelőtt, a gázolajból pedig közel 14%-kal vásároltak többet.
Új csúcsminőségű emeri készülék segíti a magyar agykutatást. A 600 millió forintból vásárolt berendezést az MTA TTK agyi képalkotó központjába helyezték üzembe. A készülékkel többek között a gyerekek gondolkodásának fejlődését, vagy a zene és a nyelvtanulás agyi hatásait és az agyi rendellenességeket is tanulmányozhatják a szakemberek. Így néz ki az MTA TTK agyi képalkotó központjában üzembe helyezett csúcsminőségű MRI készülék. A szerkezet a Földénél 60 ezerszer erősebb, 3 teszlás mágneses teret hoz létre, így a vizsgálóba is csak szigorú előírások betartásával lehet belépni. A minden irányban mozgatható képalkotó berendezéssel a kutatók az emberi agy szerkezetét, illetve normál és kóros működését egyaránt vizsgálhatják. A Közép-Európában is szinte egyedülálló mágneses rezonanciás készülék segítségével például a gyerekek gondolkodásának fejlődését, vagy a zene és a nyelvtanulás agyi hatásait is tanulmányozhatják a szakemberek. Készülékek vannak már az országban, ezek klinikai, diagnosztikai célokat szolgálnak. Ez a berendezés, ez a laboratórium viszont kutatást szolgál, amihez nem lehetett korábban hozzáférni, tehát például a nyelv fejlődésének a vizsgálatát, egyes olyan folyamatokat, amelyek a emlékezésnek nagyon finom területeihez kapcsolódnak, és korán előrejelezhetnek például emlékezeti elváltozásokat későbbi időszakban. Tehát az a célunk, hogy olyan módszer alakítsunk ki, amelyek viszonylag gyorsan bekerülhetnek a gyakorlatba. Az új kutatási eredmények kidolgozására ugyanis csak kevés lehetőségük van a klinikáknak. A kórházakban üzemelő készülékeket elsősorban a gyógyításra használják. Ebben látom én a legnagyobb jelentőségét, hogy végre a kutatás is lendületet kaphat. Azok a kognitív idegtudományi kutatások, amelyekhez fMRI készülék elengedhetetlen. A készülék beszerzése a tavaly elindított nemzeti agykutatási programhoz kapcsolódik. A 4 évig tartó program 12 milliárd forintból valósul meg. A legnagyobb vívmánya tulajdonképpen a programnak eddig, hogy közel 30 új kutatólaboratóriumot sikerült felállítani. Ezek közül legalább 10-nek a vezetője, kutatócsoport vezetője az külföldről tért haza, méghozzá a Nemzeti Agykutatási Programnak köszönhetően. Ez én úgy gondolom már eleve egy óriási nyereség. Óriási nyereség az, hogy sikerült az egyetemeket meggyőzni arról, hogy egy-egy ilyen új kutatócsoportot befogadni, az nekik is elemi érdekük, hiszen a tömegképzéssel túlterhelt oktatóknak nem maradt már igazából sok ideje arra, hogy kutassanak, és így neveljék tulajdonképpen a jövő kutató generációját. Az MRI készülék beszerzése 600 millió forintba került, az összeget a Nemzeti Agykutatási Program támogatásából és az MTA infrastruktúra fejlesztési forrásaiból biztosították. Továbbra is tilos az avarégetés, a fővárosi smogrendelet értelmében tilos az avart elégetni, helyette komposztálással vagy az FKF logójával ellátott zsákokba gyűjtve kell megszabadulni a kerti hulladéktól. Aki nem tartja be a szabályt, azt az illetékes kormányhivatal 100 000 forintos pénzbírsággal büntetheti. A hatályos fővárosi rendelet értelmében az ingatlan tulajdonosoknak kell gondoskodniuk az ingatlan előtti járda tisztán tartásáról, szemét és gyommentesítéséről is. A szabályt megszegőkre a hegyvidéki rendészet 50 000 forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. Növekszik a gyógyszereladás, ahogy világszerte, úgy Magyarországon is folyamatosan nő a gyógyszerforgalom, amely főként a lakosság előregedésének köszönhető, írja a Világgazdaság. A magyar gyógyszerpiac növekedésének 10 éves átlaga továbbra is meghaladja a 4%-ot, szemben az európai átlag 3%-kal. A patikákban, a patikán kívüli és a kórházi gyógyszerforgalom több mint 600 milliárd forintra tehető. A fogyasztók az olcsóbb készítményeket keresik. Május 20-áig rendelkezhetnek a magánszemélyek adójuk 1+1%-áról. Tavaly több mint 3 milliárd forintnyi támogatást gyűlt össze így módon, csak nem 10 000 civil szervezet számára. Budapesten és környékén a gyerekeket segítő alapítványok a legnépszerűbbek, még az ország többi régiójában az állatvédő szervezeteket támogatják legszívesebben az adófizetők.
Dévény Anna módszere szerint masszírozzák ezt a kisbabát. Ennek célja a koraszülöttek, sérült gyerekek és felnőttek mozgásrehabilitációja és korrekciója. Két nagy tevékenységi területet ölel fel, a gyógyítást és a mozgásfejlesztést. A módszernek köszönhetően 100 eddig gyógyíthatatlan kisgyermek közül 80 egészségesen élhet. Valószínűleg az eredményességnek köszönhető, hogy az adófizetők szívesen ajánlják fel adójuk 1%-át a Dévény Anna alapítványnak. Természetesen szőjavukra fordítjuk az 1%-ot, ami nagyon nagy segítség számunkra, mert mi kapunk az OEP-től a támogatást, de ez csak a költségeink egy töredékére elég, és hát igyekszünk mindenkinek megadni a kezeléseket, mert abban biztos vagyok, hogy ez egyedülállóan eredményes. Dévény Anna elmondta, nagyjából 18-20 millió forintnyi támogatás szokott összegyűlni az alapítvány számára. A budapesti és Pest megyei adózók jellemzően gyerekeket segítő alapítványoknak ajánlják fel adójuk 1%-et, miközben az ország más régióiban az állatvédő szervezetek népszerűbbek, mondja már Németh Gabriella, a NAP szóvivője. Tavaly 648 ezer főváros és Pest megyei magánszemély tett ilyen 1%-os felajánlást, összesen 3,5 milliárd forinttal támogatva 9,5 ezer civil szervezetet. A magánszemélyeknek idén is lehetőségük van arra, hogy felajánlják személyi jövedelemadójuk 1%-át civil és társadalmi szervezetek, alapítványok részére. További 1%-ot pedig egyházaknak, illetve kiemelt költségvetési előirányzatnak lehet felajánlani, ami idén a Nemzeti Tehetségprogram, tette hozzá Németh Gabriella. A felajánlás a Nemzeti Adó és Vámhivatalon keresztül érkezik meg a különböző szervezetekhez. Nagyon fontos feltétel, hogy tényleges személyi jövedelemadó kötelezettséget lehet felajánlani, illetve abból lehet felajánlani. Tehát például, hogyha valamilyen kedvezmény teljesen lenullázza a személyi jövedelemadó kötelezettségünket, akkor nincs miből felajánlást tennünk. Másik fontos kritérium, hogy ezt a személyi jövedelemadót nem csak be kell vallanunk, de be is kell fizetnünk, hiszen a be nem fizetett személyi jövedelemadót nem utalhatja tovább a NAV az érintett kedvezményezettek részére. Legegyszerűbben az adóbevallással együtt lehet az adományról rendelkezni. Emellett adóbevallástól függetlenül is ki lehet tölteni a nyilatkozatot, amit május 20-áig kell eljuttatni a NAV-hoz. 2015-től már csak azok a szervezetek részesülhetnek az 1%-os felajánlásokban, amelyek korábban regisztráltak a NAV-nál. Vagyis érdemes átböngészni az adóhivatal honlapján elérhető listát, ami azoknak is segítség lehet, akik nem tudják pontosan, milyen szervezetnek szeretnének felajánlást tenni. Adásunkat az interneten is megnézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!